Szeretettel köszöntelek benneteket. Bális Magdolna vagyok, az Újvidéki Petőfi Sándor általános iskola tanítónője, és a mai magyar órát én fogom nektek tartani. Először is egy ismétlés. A főnevet fogjuk, de csak nagyon röviden, nagyon gyorsan átismételni, hiszen az idén már foglalkoztunk ezzel, és nyilván akkor tudjátok is, hogy a főnév tárgyak, élőlények, gondolati dolgok nevét jelölő szófaj. Tehát tárgyak, mint asztal, szék, óra, cipő, élőlények, ember, kutya, macska, kati, gondolati dolgok nevét jelölő szófaj, boldogság, szeretet, irítség. A főnév két fajtáját különböztetjük meg, a tulajdonnév és a köznév. A tulajdonnév csoportjában tartoznak az intézménynevek, a földrajzi nevek, személynevek, állatnevek és így tovább. És a köznév, ami ugye mint gyűjtő főnév szerepel, tehát mint bútor, szék, asztal, ember. Tehát gyakorlatilag az, amit kisbetűvel írunk. Nagyon fontos ismerni a főnév kérdését, és hát minden szófaj kérdését. A főnév esetében ez pedig a ki, mi, a kik és a mik. Vegyétek elő a munkafüzetet, a Szó és Mondat című munkafüzetet, és megkezdjük a munkát, nyissátok ki a 27. oldalon. Mint mondtam, a főnévvel fogunk foglalkozni, de tovább bővítjük a tudásunkat, és a ragos főnevekkel fogunk dolgozni, mégpedig a kit, mit kérdésre válaszoló főnevekkel, szavakkal. De először, mi a rag? Nyilván erről is már beszéltetek, de egy kicsit ismételjük át. Itt van egy mondat, Kati negyedikes tanuló. Ki? Kati negyedikes tanuló. És a következő mondatban egy kis változás történik, Katit láttam ma az iskolában. Kit láttam az iskolában? Katit. Itt az ábrán láthatjátok, hogy a szótő a Kati, és egy ragot toldottam hozzá, és így kaptam azt a szót, hogy Kati. A rag olyan toldalék, amely nem változtatja a szó jelentését, csak a mondatbeli szerepét jelöli meg. Vannak olyan toldalékok, amelyek a szó jelentését is megváltoztatják, de erről majd később fogtok tanulni. Még egy példa. Sok könyv van a polcon. Kati könyvet tett a polcra. És a könyvet, ezt a szót elemeztem, a könyv, a szótő, és itt van egy kötőhangzó is, és csak utána jön a rag. A kötőhangzónak csak egy olyan szerepe van, hogy a másalhangzókat összekösse, ami azt jelenti, hogy a kötőhangzónak csak kiejtésbeli szerepe van. És így megállapíthatjuk azt, hogy a rag olyan toldalék, ami a szó jelentését nem változtatja meg, csak mondatbeli szerepét jelöli, és nem alkot új szót. És elolvasunk egy versrészletet Vörös Marti Mihály a Szép virág című verséből. Egy kis méh szelíd alakban járja szüntelen körét. Ott repes, zeng, víg örömben nála tartja lakhelyét. Este fekszik kis tövéhez, s róla képzi álmait. Reggel ébred, s harmatával tölti mézes ajkait. Délben szellőt csal reája, s hűs vizet visz gyenge szája. A dübörgő vész előtt, kis bokorba rejti őt. A feladatunk az, hogy a versben aláhúzzuk a főneveket. Méh, alakban, körét, örömben, lakhelyét, este, tövéhez, álmait, reggel, harmatával, ajkait, szellő, délben, szellőt, vizet, szája, vész, bokorba. Megnézve a főneveket, láthatjuk, hogy vannak olyan főnevek, amelyekhez nem járul toldalék, ez pedig a méh, az este, a reggel és a vész. A többi főnév az
toldalékkal van ellátva, és most kérjük azokat a főneveket, amelyek toldalékkal vannak ellátva. Körét, lakhelyét, tövéhez, álmait, ajkait, délben, szellőt, vizet, szája, bokorba. A következő feladatunk az, tehát szűkítjük a kört, hogy az előző feladatban felsorolt főnevek közül csak azokat írjuk ki, amelyek a T toldalékot kapták, ezek pedig a következő. Körét, lakhelyét, álmait, ajkait, szellőt és a vizet. A következő feladatban is a T toldalékot kell illeszteni a főnévhez, mégpedig könyvet, tehát egy könyvet olvasok, egy dobozt tettem a polcra, betartom a szabályt, medgyet eszem, almát vásárolok a piacon, és tüzet gyújtok. Ügyeljetek a tüzet szó írásánál, ugyanis a téragos alakjában, a tűz szóban az ű rövidül, ugyanis nem tűzet gyújtunk, hanem tüzet gyújtok, és nem pedig, ugye, mint ahogy Kati a kabátjára virágot tűzet. És megállapíthatjuk azt, hogy a kit mit, kiket, miket kérdésekre válaszoló főnevek végén a T-toldalék mindig rövid. Nagyon fontos, hogy ne keverjétek össze a múlt ige jelével, amikor ugye egy T, illetve két T is lehet az ige végén, a szó végén. A következő főnevek T-toldalékos alakjával kell alkotnunk mondatokat, mégpedig zsebkendő, kerékpár, virágcserép, jegesmedve, és a zsebkendő, tehát a T toldalékkal, ha ellátom, azt a szót kapom, hogy zsebkendőt, és én azt a mondatot írtam, hogy Anita zsebkendőt visz. Természetesen ti írhattok bármilyen mondatot. Kerékpár, a T toldalékos raggal ellátva, azt a szót kapom, hogy kerékpárt, Bálint kerékpárt vezet. Virágcserép, T raggal, ha ellátom, azt a szót kapom, hogy virágcserepet. Anya virágcserepet tesz az erkélyre. És a jegesmedve, jegesmedvét láttam az állatkertben. Tehát mit visz Anita? Zsebkendőt. Mit vezet Bálint? Kerékpárt. Anya mit tesz az erkélyre? Virágcserepet. Mit láttam az állatkertben? Jegesmedvét. Egy ismétlő feladat, keresd meg és húzd alá a téragos főneveket. Nagyon vigyázzatok, mert amint látható, minden szó végén a T betű áll, viszont nem mindegyik téragos főnév. Nézzük csak. Mit? Sálat. Tehát ezért kell feltenni a kérdést, és így könnyebben tudunk dolgozni. Szerencsét. Szerencsét kívánok valakinek. Gyümölcsöt vásárolok a piacon. Csillagot nézek. Meglepetést szervezek valakinek. Tollat tartok a kezemben. Tehát láthatjátok, hogy itt vannak főnevek is, például a négyzet, vagy a befőt. T van a szó végén, de nem T ragos főnév. És vannak igék is, mint például a koccint, az állít, a robbant és a többi, amelyek szintén nem elégítik ki ezt a feltételt. A következő kérdésünk a kivel és a mivel. Mielőtt elkezdenék a könyvbe dolgozni, egy mondatot írtam fel nektek. Egy autó áll a ház előtt. Kicsit átalakítottam ezt a mondatot, és azt kaptam, apa autóval megy a munkahelyére. A szótő az autó, hozzátettem a valragot, és megkaptam azt a szót, hogy autóval. Az első feladatunk,
keresd meg a versben azokat a főneveket, amelyek a kivel, illetve mivel kérdésre felelnek. Vörös Sándor egy ismert verséből láthatjátok a részletet, én azt hiszem, itt nagyon könnyű lesz megtalálni a ragos főneveket, tehát feltesszük a kérdést, hogy mivel, lábával, kezével, orrával, fülével, szemével, szájával. És a következő feladatnál szintén a valvel ragot a következő főnevekhez kell kapcsolni. Tehát olló, ollóval vágom a papírt. Kapuval, sapkával, fecskével, betűvel, ibolyával találkozom ma. Emesével, Jancsival, Tibivel, Bélával. Ha megnézzük ezeket a főneveket, azt láthatjuk, hogy az utolsó betű magánhangzó. És ilyen esetben, amikor magánhangzóhoz kapcsoljuk a valvel rakot, akkor nem történik semmilyen változás, így megfogalmazhatjuk azt, hogy a magánhangzóra végződő szavakban a valvel rag alap alakjában kapcsolódik a szótőhöz. A következő feladatban mást fogunk látni, ugyanis a valvel toldalékot olyan szavakhoz fogjuk kapcsolni, amelyek, láthatjátok mindenütt, mással hangzóra végződnek. Így, hogyha azt mondom, hogy a harcos karddal küzd, azt így írom le, karddal. Tehát itt is jelen van a val, illetve a velrag, de nem azt mondtam, hogy kardval, hanem karddal. Vonattal utazom, nem vonatval. Tamással találkozom. Ecsettel festek. Könyvvel a kezemben érkeztem. Edittel beszélgetek. Halásszal, Göröngyel, Balázzsal, Konttyal, Györgyel, Lukáccsal. Ha megnézzük ezeket a toldalékos főneveket, a valvel raggal ellátott főneveket, én azt hiszem egyértelmű számotokra, amit a következőképpen egy másik példával mutattam be nektek. Tibi ecsettel fest. Mi történik itt? Van ez a szó, tehát a szótő, hogy ecset. Hozzáadom a vel ragot, viszont az ecset szó mással hangzóra végződik, és ilyenkor a vel, illetve a valreg rag hasonul a szótő utolsó hangjához, amit írásban a betűkettőzésével jelölünk, szóban pedig kihangsúlyozzuk ecsettel, tehát hosszabban ejtjük. Ötödik feladat. A valvel toldalékkal a főnév többnyire eszközre vagy társra utal. Például Laci elvágja a madzagot ollóval. Tehát egy eszközre van szüksége, ollóval vágja a madzagot. Inci a sarkon találkozik Jucival. Tehát kivel találkozik? Jucival, a társával. Mondjatok ti is ilyen példákat. Én leírtam nektek egy néhányat, kettőt. Tollal írom a házi feladatot. Tehát a házi feladat leírásához egy eszközre van szükségem. Apával sétálok a Duna mellett. Tehát kivel sétálok? Apával sétálok a Duna mellett. És a következő feladatnál négy olyan mondatot kell alkotnunk, amelyben a valvel toldalékos főnév eszközre vonatkozik. Most négyet bemutatok nektek, de ti tetszőlegesen írhattok bármit. Késsel, villával eszem az ebédet. Ági ceruzával jegyzetelt. Imre gitárral érkezett. Nagyapám traktorral ment ki a mezőre. Ezekben a mondatokban mindenütt a toldalékos főnév eszközre vonatkozik. Tehát késsel, villával, ceruzával, gitárral, traktorral. A hetedik feladatnál négy olyan mondatot kell alkotnunk, amelyben a valvel toldalékos főnév társra utal. Lili barátjával a parkban sétál. Kivel? A barátjával.
Szilvia minden nap Ágnessal fut. Kivel? Ágnessal. Apa a vendégekkel érkezett haza. Kikkel? A vendégekkel. Attila a szomszédjával horgászni ment. Kivel? A szomszédjával. És elérkeztünk a házi feladathoz, ami a következő lesz. Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak felhasználásával. A füzetben dolgoz. Kivel találkoztál a parkban? Mivel játszottál? Mit találtál a levelek között? Kit ismertél meg? A felhasználandó szavak a süni, parkőr, Gábor és labda. A füzetben dolgozzatok, ügyeljetek a helyesírásra, és folyamatosan írjatok, teljes egész mondatokkal válaszoljatok a feltett kérdésekre. Jó munkát kívánok, szép napot, és köszönöm a figyelmet!